Az az állandó érzés, hogy figyelnek, mindenkit figyelnek, minden megvan valahol írva rólad. A követségnek 24 órás rádió kapcsolata volt Londonnal, és amit én hírként bevittem, az perceken belül a világ sajtónál volt tulajdonképpen. Nem hittem, és nem gondoltam volna, hogy ekkora retorzió lesz. Azt meg, hogy halálra ítélnek. Regéci Nagy László vagyok. Wittner Mária vagyok. Trencsény László vagyok. Varga János vagyok. Balázs Piri László vagyok. Hajdú Szabolcs vagyok. Hajdú Szabolcs vagyok, 56-os.
Opsitos 56-os felkelő. Tulajdonképpen Budapesten születtem 37. június 9-én. De gyerekként végigéltem a háborút. A német, majd a szovjet megszállással egyetembe, Budán a Lövőház utcába éltem át az ostromot, annak minden előnyével és hátrányával. Állandóan kihajtottak bennünket különböző ilyen felvonulásokra, meg kellett ünnepelni április 4-ét, meg kellett ünnepelni május 1-ét, ami azt jelentette, hogy az iskolába kapott az ember egy parancsot, és akkor reggel 6-kor gyülekezni kellett az iskolába, utána szépen végig vonszolni magunkat a fél városon, és délután 3-kor étlen szomjan szélnek eresztettek. Micsoda éjjel, vak, sötét a téli táj, a téli ég, szemem lehújni nem merem. Fekszem az ágyon éberen. Belém maró hegyes karom, mindegyik fájó izgalom. A szív vergődik, de a lélek bátor, a haláltól se félek. És bűn, ha szeretnék élni a testem, ó éjszakai árnyak, hova rejtsem. Ölelni, írni, tenni hagyjál, sors, bátorságot ehhez adjál. Az utolsó ablak szemig szaladnak a kopár dombok. Felettük felhőt kamarognak, mint agyamban a gondok. Éjszakákon át álmatlanul heverni az ágyon, közben a jeepre várni vajon. Jön-e értem, csak mert forradal már szívvel éltem. Hogy ránk ez a szív, ez az ökölnyi, szörnyeteg és szüntek gödörni. Az utolsó ablak szemig szaladnak a kopár dombok. Felettük felhők kavarognak, mint agyamban a gondok. Thank you.
Akkor most, jó. 1945-ben voltam 10 éves. Apám, mikor bevonult, 33 évre el is tűnt az életemből, nagyon komolyan szólott hozzám, azt mondta, hogy akárhova kerülsz, esetleg idejönnek közé, két dolgot ne felejts el. Balázs Piri Lászlónak hívnak, és magyar vagy. Regészki Nagy László vagyok. 1925-ben születtem, szóval öreg csont vagyok már. Sofőr és tolmáccsá váltam, és 56-ban vettem ennek igazán hasznát. Bibó Istvánnal és Göncz Árpáddal voltunk mi a hármak bandája. Kármelitáknál nevelkedtem 13 évig, tehát hogy azért magyar történelemről azért elég sokat tudtam és tanultunk. 56 egész nyarát a hepatitisbe töltöttem, súlyos sárgasággal és mágyulladással. Én például eleve azon voltam, hogy ezt a rendszert le kell váltani egy jobb rendszerrel, ezt nem lehet megreformálni. És majdnem mindig így gondoltuk. Egyre inkább előjött a közbeszédbe is, hogy változtatni kell. Emeld fel fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét. Emelkedj magasba, kis haza, te, az elnyomatás iszonya. Emeld föl szívedet, nemzetem, lángoljon a világegyetem. Ha kell, hát százszor újra kezdjük, vállalva ezt a legszebb küldetést.
Mert a szabadság a legtöbb, amit adhat magának az emberiség. Sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a Bálnában, a Rádió 56 programon. Juhász Ferenc versét hallották most. Egy embert, aki mellett felnőhettem, és akinek köszönhetem, hogy most részben ez a program részrejöhetett, mert ő megtanított a költészet hatalmára, és megtanított a szabadságra. Az, hogy mit jelent 1956 azoknak, akik átélték, azt gondolom, hogy erre sok válasz van, ebből a válaszokból egy-két videófelvétel kapcsán most szemezgettünk, és most láthatják. Az, hogy mit jelent 1956-60 év távlatából azoknak, akik nem élhették át, például nekünk, erre lehet egy válasz a Rádió 56 program. Ahogy én említettem, abban nőttem föl, hogy a költészetnek és a szónak hatalma van, és azt számít, hogy ezt mind olvassuk el. A mai este egy jó példa arra, hogy ezt egy picit megfordítsuk, mert nem csak elolvasni kell, hanem most egy alkalmuk van arra, hogy mindezt meghallgassák. A mai este folyamán Juhász Ferenc, Buda Ferenc, Márai Sándor, I. és Gyula, Bereményi Géza többek között, és mások verseit hallhatják fiatal zenészek és énekesek előadásában a videófelvételek mellett. Mi a Rádió 56 programon itt szeretnénk emlékezni. Érezzék jól magukat! A szadika körül már azért ott volt a levegőben, hogy valaminek történni kell. De hogy mi, azt nem tudtuk. Éreztem feszültséget, mert azért találkoztam barátaimmal, és azok mondták, hogy mi készül. Sőt, egy olyan AVH-s barátom volt, aki nem is AVH-s volt, annál több, hogy mondta, hogy Laci, itt történni fog valami az ősszel. Az az állandó érzés, hogy figyelnek, mindenkit figyelnek, minden megvan valahol írva rólad, a szólásszabadságnak nyoma se volt. Ha valaki lázadozott, akkor azért a bőrén érezte, mert akkor legjobb esetben félhortra verték, vagy becsukták a börtönbe. Most ez volt a Magyarország. Mindenki gyűlölt ezt a Rákosi rendszert. Megpróbáltam egy barátommal kimenekülni az országból. Gyönyörűségesen leszedtek bennünket a vonatról az ávósok Szombathelyen, lezárt vagomba fölhoztak Budapestre, a Gyorskocsi utcába, aztán ott ünnepelhettem meg a 18. születésnapomat. Aztán jajdult a hajnal, és reggelre ránk virradt az est. A 10,000 talputi porcstótágas táncolt a groteszk. Ambrus vécéről vis-a-vis akna jött és ágyú golyó. Az ágy mellől a szekrény, a fal kiment, én belem szólt a rádió. És valami tanácskozott, és aztán ugyanaz megint, és züllött körben minden, a föld züllött szokása szerint. Visz a hajón ingat a hullám, a képforraj nincs csendesen, ez a kétség, amiben úszunk talán, a mennyország idelen, de közben. Visz a hajón ingat a hullám, a képforraj nincs csendesen, ez a kétség, amiben úszunk talán, a mennyország idelen. És csak talpak jártak, nem tudom már, nem tudom, hogy volt, s mi lett már, nem tudom, de elteltek a napok és az év hosszú hetek. Hallottuk, hogy Ausztriába hogy húzták a deportált Dunát, s a gyárakban ma is a puska tűz ajánlotta fel a hadszacát. És valami tanácskozott, és aztán ugyanaz megint, és züllött körben minden a föld züllött szokása szerint. Visz a hajón ingat a hullám, a kép morajni csendesen, ez a kétség, amiben úszunk talán, a mennyország idelen, de közben. Visz a hajón ingat a hullám, a
Hisz a hajó ringat a hullám. Hisz a hajó ringat a hullám, a kép morajlik csendesen. Ez a kékség, amiben úszunk talán a mennyországi velem végig. Hisz a hajó ringat a hullám, a kép morajlik csendesen. Ez a kékség, amiben úszunk talán a mennyországi velem talán igen. Rossz szokásomhoz híven 56. október 23-án az ágyból keltem ki. Reggel korán iskola, illetve munkahely, mert akkor pont nem iskolában voltunk, hanem tanműhelyi munka épületen. Aztán a munkaidőm lejártával fiatal házas voltam, elmentem haza. Ezt nem akarták az ávon elhinni később. Mindenféleképpen a Margit híd felé kellett mennem haza munkaidő után, mert akkor oda járt a hét. Akkor jött az egyik srác, és mondja, hogy hallottátok, tüntetés lesz a BEM téren. Éreztük, hogy most van valami, most lesz valami. Jó néhány ember már áldogált ott, és tulajdonképpen az ember azt várta, illetve tele volt várakozással. Sinkovicsék ugye elszavalták a különböző ilyen nagyon szép dolgokat, és akkor ezek annyira megfogtak. Közben egyre többen jöttünk, egyre nagyobb lett a tömeg, elkezdtük kiabálni, hogy vágják ki a címert. Ott a BEM téren. És akkor valaki bevonta ezt a zászlót, szépen kivágták, vagy bicskával, vagy nem tudom én mivel a kommunista címert, és úgy dugták ki. Na, ott született, és akkor született tulajdonképpen az 56-os forradalom szimbóluma, a lyukas zászló. Akkor már olyan volt a hangulat, hogy csak egy szikra kellett, és a szikra meg volt. Is történt. És bentünk az országhoz. Akkor már olyan volt, és mindenki szerette egymást. És együtt voltunk. A Kossuth téren, hogy jóformán megmozdulni is alig-alig lehetett. Még nagyobb tömeg, még nagyobb lelkesedés, mert, hogy is mondjam, az emberbe kezdett kibontakozni a győzelmi érzés, hogy hát tulajdonképpen ez is sikerült. És akkor egy idő után eloltották a közvilágítást, gondolván azt, hogy na, majd a nép megunja. Közben mi megint ugye Kossuth nótákat énekeltünk, meg ilyesmit. Volt ugye nemzeti dal, a szokásos helyminő, hát énekeltünk, nem tudom. 8 után végig szaladt a hír, hogy a rádiónál megöltek fiatalokat. Égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet.
csillag szóró villog a fákról, anyád, te beszélj a csodáról! Márai Sándor napló, 1956, szemmelvények. Október 23. Isten malmai gyorsan őrölnek. November 7. 8 óra repülés után az óceán és a felhők felett hirtelen robban fel a fény. A gép nyugatról átbillent kelet térfogatába. Nem hajnalodik, hanem egyszerre vakítóan fénylik a világ. Vastag, gyapjas felhőzet felett repülünk. Az égbolt olyan kék, mint ahogyan még soha nem láttam. A gép hirtelen leereszkedik a felhők sűrű, vattás anyagába. Minden elsötétedik. Negyed órán át felhőben repülünk. Aztán a mélyben derengeni kezd valamilyen barna, ismerős anyag. Szárazföld. Európa. 16 óra repülés után sima leszállás Münchenben. Az utcákon fél árbócra eresztett zászlók. Gyászünnepély Magyarországért. München, november 10. A menekültek beszélnek. Egyik mérnök néhány nap előtt még látta Budapesten az öcsémet. Egy másik azt mondja, kérem, most már késő. De volt itt néhány nap, október 23-tól talán november 2-ig, amikor az országnak olyan kormánya volt, amelyet az egész magyar társadalom elismert és támogatott. A Nagy Imre kormány. Egy hóri horgas, aki 3 nap előtt jött el, nyugodtan beszél. Tárgyilagos, fegyelmezett, egészen másfajta ember, mint ahogy a szabadságharcost elképzelik. Ezekből az emberekből az elmúlt évek kilúgoztak minden romantikát. Csak tényekről beszélnek. Ő azt mondja, ha október 23 és november 2 között az Egyesült Nemzetek főtitkára egy bizottsággal Budapestre jön, az oroszok nem merték volna november 4-én végrehajtani Budapest ellen a mészárlást. Most már késő, ha akarnak is jönni. Most már nem engedik be őket. Kádár és az oroszok. Nápoly, november 15. Nápolyban sirokkó. Az utcákon hangszórós gépkocsik, tömegek. Mindenki ezt kiáltja. Ungaria! Ungaria! Ez a kiáltás visszhangzik a Vezúv alatt, a kikötőben. A Via Brigida templomában nagy tömeg. A pap széttárt karral ezt kiáltja. Ungaria! Mortificazione! Mindenki lehajtja fejét. Sokan tenyérrel elfedik arcukat. Róma, november 16. Zé, diplomata, olasz, ezt mondja. Magyarországnak most olyan államférfire lenne szüksége, aki tud alkodni. Nem Garibaldira, hanem Cavourra. München, november 22. A gép hóesésben érkezik Münchenbe. Egy menekült, orvos, zsidó munkatáborban volt, 3 nap előtt érkezett. Ezt mondja. Nem volt antiszemitizmus az október 23-át követő napokban. Nem volt osztály, nem volt vallás. Mindenki együtt volt. Ezért érdemes volt élni. Zsidó vagyok, sok rossz emlékem van. De ezekben a napokban először éreztem, hogy büszkeség magyarnak lenni. Egy másik menekült, mérnök, ezt mondja. Nem igaz, hogy a rádiók uszítottak felkelésre. Ez butaság vagy gonoszság. Az oroszok terjesztik. Az sem igaz, hogy fegyvert vagy fegyveres segítséget ígértek. De az igaz, hogy minden nyugati rádió, újság, aztán az államférfiak, mindenki arról beszélt nekünk éveken át, hogy van nyugati szolidaritás. Kérem, mi magyarok most már lelki semlegességben akarunk élni. New York, december 4, hőség, a Hudson felett melegköd. Séta közben minden átmenet nélkül hirtelen a menekült mérnök hangját hallom, amint ezt mondja. Kérem, mi magyarok most már lelki semlegességben szeretnénk élni. Nem tudjuk felfogni azt, hogy október 23-a egy nagy nemzeti ünnep
a győzelem ünnepe volt. Csak örömünnep lehet a 23. Pontosan. Mindenki úgy érezte, hogy na, most egy történelmi esemény résztvevője vagyok, és most szabadok leszünk. Nyüzsögtek az utcán, mindenki mindenkivel szóba állt, mindenki tudott valamilyen friss hírt, még akkor is, ha nem volt igaz. Környező házakból az emberek a rádióikat kirakták az ablakba, hogy hallani lehessen, hogy mit sugároz. A követségnek 24 órás rádió kapcsolata volt Londonnal, és amit én hírként bevittem, az perceken belül a világ sajtónál volt tulajdonképpen. Ha bementünk a rádióba, akkor mint egy rendetlen fegyvergyár úgy nézett ki. Fölvettem egy fegyvert, egy 48 mintájú hadipuskát, mert azt a gimnáziumban tanultuk az MLS-be, és avval indultunk el a Corvin közbe. Először elmentem fegyvert szerezni a főkapitányságra. Hallottam, hogy ott adnak, ha kérsz. Az ember tudatosan vitte a bőrét a vására, még akkor is, ha fegyvertelen volt, hogy ezt pedig nem hagyjuk. Aztán dübörgést hallottunk. 30. utca rövid, kimentünk a sarokra, akkor jött az első szovjet harckocsi a Váci után végig. Corvin közből egy fiatal kölyök lopakodik ki, és na, akkor láttam először molotov koktélt. És a gyerek sikerült a tank mögé menni, és meggyújtani, és rádobta a motorháztetőre, és a tank kigyulladt, és neki még sikerült visszamenni a Corvin közbe. Kossuth térre igyekvő három szovjet tanknak az egyiknek a tetején, a középsőnek a tetején voltam, akik állítólag mellénk álltak. És beloholt a Szabadságtérre, ott a Batthyány örökmécses mellett abban a kis utcában, és akkor a régi tőzsdepalota, majd későbbi televíziós palota előtt be az Október 6 utcába, ahol aztán egy az egybe, úgy ahogy volt, legéppuskáztak bennünket a tankról. Én vagyok valószínűleg az egyetlen túlélője ennek a, hogy is mondjam, eseménynek. Hát azért, ez azért megijedtünk, szóval, hogy hova kerültünk mi. Ők voltak, 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 ők voltak,
sosem tudja meg, kik voltak a Corvin köziek. Mert ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. Éppen Isten szeme előtt felbukkantak ők. Lángra gyújtva rájuk nézett, lángjuk egyre nőtt. Meghaltak és egy se tudja meg, kik voltak a Corvin közé. Csap és lezuhan. Ezt a képet látom, szombat este van. Rongyos Isten, öreg rongyszedő, Corvin köz, te árva temető. Corvin köz, te árva temető. Mert ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, végtelen, kételen, Isten szem előtt. Ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők voltak, ők. Tűzben és rongyokban, árván és boldogan, névtelen, kénytelen, Isten szem előtt. Nekem, mint ahogy senki másnak, nem volt hőse. Előszedték például a Tildy Zoltán, a Nagy Imrék, semmiféle tiszteletet nem éreztem. Mondjuk az Angyal Pista iránt inkább, a híre alapján, igen. Ő kitette a vörös zászlót november 7-én, de lőtte az oroszokat, mint állat. Igyekeztem hallgatni, főleg azokra az idősebb srácokra, akik már egy kicsikét jobban értettek a hadviseléshez. Fölkeveredtünk valahogy egy első emeleti ház tetejére, és na, itt volt két srác. És ők, nekik már volt fegyverük, gitárjuk, és akkor megmutatták, hogy hogy kell tölteni a gitárt. A gyerekek a maguk fabrikált a benzingránáttal. Hát ez a bizonyos benzines üveg, ugye dolog, ez egy érdekes. Óriási technika kellett hozzá. Igen. Akkor dobni kellett, akkor kellett csak meggyűjteni és eldobni gyorsan. Pillanatok alatt a forradalomból szabadságharc alakult. Úgy nézett ki, hogy egyszerűen egyik napról a másikra sikerült eltörölni egy borzalmas terrorista diktatúrát. Ami ahhoz kötődik, ahhoz a 12 naphoz, az benne él az emberbe. És a gyerekeik kacagva hősként fegyvert fogtak Európa legerősebb hadseregével szembe. A magyar irodalom egyik legszebb versét szeretném előadni. Számomra egy 20. századi velszibárdok. Egy mondat a zsarnokságról, I. és Gyulától. Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, a tűzben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát a gödörbe húzzák. Nem csak a titkom félig nyílt ajtón ijedtem besugott hírekben, a száj elé hulltam visszjelző újban, hogy zsarnokság van a rátszilárdan felrakott arcvonásban, serácsban, már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek szuhatagában, kimered szembogárban, a zsarnokságban, nem csak a talpra álltam harsogott éjjenekben, hurákban, énekekben, hogy zsarnokságban, ott zsarzsokságban, nem csak az ernyetten tapsoló tenyerekben, kőkben az operában, épp új hazik harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hogy zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokságban, az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a búcsúcsokban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhában szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a náci ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, s azt itt te szerettél, tányérban és pohárban, az ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, és bedől a dögszak, mintha a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz, én a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönn a tejút is már más, hatássávból a fénypásztán, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, színpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillát, mindazt tekint rád, mint betegség, veled megy, mint az emlék, vonat kereke, hallod? Rap vagy, rap, erre kattog, hegyen és tenger mellett, de ezt lehelled, cikáz a villám, ott van minden váratlan szövegben, fényben, szűkhöttenésben, a nyugalomban, e pirincs unalomban, a zápor zuhogásban, az égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed és teremted, kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy és egyben foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme csak ővé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, és már körbe lángol, erdőtűz gyufaszálból, mert amikor eldobtad, el nem tiportad, és így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, dilincseit a szolga, maga így gyártja és hordja. Ha eszelőt növeszted, gyermeked neki nemzed, hogy zsarnokság van mindenki szem a láncban, belőle bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Vadonként napsütésben, így járunk vaksötétben, feszengünk a kamarában, akár a szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Hosszú éveken át mindig elmentem egy ház elé, megálltam tisztelegni,
mert a szemem láttára ott lőttek agyon egy srácot tőlem másfél méter. Sokáig a vére is látszott még. Szent Király és a Bródi sarkán baloldalt egy ilyen fodrászüzlet lépcsőjénél zászlóval volt letakarva a feje, és az egyik ilyen mentős épp előtte vizsgálgatta ottan. A félfeje hiányzott egy szőkehölgynek. A megtorlásod nagyon kemény volt. Hosszú évekig a gerincembe viseltem az aknaszilánkot. És ezt megérzem ma is. Jobb oldalam tiszta merővér volt a kabátomnak, tehát egy ilyen viharkabátszerűségnek. Nyilvánvalóan a mellettem álló valaki olyan nyaklövést kaphatott, hogy egyszerűen sugárba jött rám a vér, amit én észre se vettem természetesen. Belépett egy rendőr, úgy hátra néztem, és beszélt ott a pártitkárral, aztán valamit beszélgettek, aztán odajött hozzám, és kérdezte, hogy önt Rencsényi László? Mondom, igen. Azt mondja, állíts el a gépet, tanúként elviszem kihallgatásra. Ennyi. És aztán, ami következett, az egy rettenetes megtorlás volt. Verések, különböző kínzások, fajták, ez maradt meg bennem.